Meleghegyi Béla polgármesteri tevékenysége alatt számos fejlesztés történt Erken. Az ő munkásságát fémjelzi a megújult iskola, az új, két csoportszobás óvoda, több út és járda elkészülte, az önkormányzat tulajdonába került parókia felújításának elindítása, illetve a templom felújítása. November 3-án délelőtt kedvenc nótájának felcsendülése után családtagjai mellett barátai, egykori kollégái, tisztelői kísérték utolsó útjára Meleghegyi Bélát. Az elhunyt alpolgármesterért Szőke József Esperes plébános mondott gyászmisét. A szertartás végén Pető László Erk jelenlegi polgármester eméltatta a megboldogultat. A polgármester beszédében kiemelte, hogy volt vezetőtársát az alázat és a hűség jellemezte, és legfőképpen két tulajdonságának párosa segítette megküzdeni az élete során felmerülő akadályokkal. A temetésen a falu lakosságának majdhogy nem egésze jelen volt. Részt vett a búcsúztatón Szabó Zsolt, térségünk országgyűlési képviselője is, aki szerint az alpolgármester kivételes vezető volt. Vannak olyan nagy emberek, akik az egész életüket aktívan végdolgozva utolsó pillanatig tettek a közösségét, és nem csak magukért. Itt a legfontosabb, hogy a közösségért. Merekhegyi Béla bácsi egy ilyen polgármester volt, hiszen korábban ő volt a polgármester, nagyon sok épületet, építményt felújított, nagyon jó volt vele együtt dolgozni, aztán később a polgármesterként folytatta. Azt lehet mondani, hogy erk és térségének egy meghatározott személyiség, egy meghatározott alakja volt. A képviselő stábunkkal azt is megosztotta, hogy szomorúsággal tölti el az alpolgármester halála, mert hiába munkált benne még a szándék, a tetvágy, terveit sajnos már nem tudta megvalósítani. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az általa teremtett értékeket meg kell becsülni, tovább kell adni.